Nem ért egyet a pesti alsórakpart lezárásának módjával Révész Máriusz. Az aktív Magyarországért felelős államtitkár szerint ugyanakkor fontos lenne, hogy Budapesten és a többi nagyvárosban is csökkenjen a belvárosokon átmenő forgalom. Vendégünk Révész Máriusz. Aki az aktív Magyarországért felelős államtitkár, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Rakpartról mindjárt és kerékpáros közlekedésről is, meg agglomerációról is, de kormánybiztos volt, ugye a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős, most államtitkár lett. Pontosan miért felel? Most több pénz felett diszponál, nagyobb az érdekérvényesítése, bővebb a portfólió, vagy mit jelent ez pontosan? 2016-ban volt az a nevem, amit az előbb említett, aztán 2018-tól már aktív Magyarországért felelős kormánybiztos voltam. Akkor elég sok minden tartozott hozzánk, a turistaház felújításoktól elkezdve a kerékpárút építéseken át az aktív turizmusig. Most egy nagyon jelentős plusz portfólió, ami az eddigi tevékenységemhez csapódott, bár eddig is sok mindent tettünk ennek érdekében, ez a szabadidősport. A szabadidősport azt gondolom, hogy mindenki, aki végig gondolja, az belátja, hogy nagyon-nagyon fontos, hiszen tényleg az is lényeges, hogy a versenyzőink az olimpiákon, világversenyeken jól szerepeljenek. De hogyha megnézzük a magyar egészségügyi adatokat, akkor azt látjuk, hogy hát igen komoly problémák vannak. Elhízottságban, a szív- és érrendszeri megbetegedésekben, amin mind a szabadidősport, a rendszeres mozgás segíthet. És az a feladatom, hogy próbáljuk olyan körülményeket teremteni, hogy sok embernek, az eddigeknél jóval több embernek el legyen kedve rendszeresen mozogni. Az ön területét, amiért felel, a megszorítások érintik-e kerékpáros utak fejlesztésére, vagy az ön területén lesz-e például beruházás elhalasztva, vagy bármiféle pénzmegvonás? Hát most készül a költségvetés, és az, hogy az én területemen mi várható, az nagy mértékben függ attól, hogy az Európai Unióval a megegyezés az mikor és milyen formában jön létre, hiszen például a kerékpárutak nagy részét azt eddig is uniós forrásból építették, és nyilvánvalóan minden fejlesztést ez erőteljesen befolyásolni fog. Én bízom benne, hogy különösen ebben az időszakban ez a terület, ami költségvetési szempontból nem egy különösen jelentős terület, de mondjuk a szabadidősportra szerintem az elkövetkező években az eddigieknél jóval nagyobb forrás fog rendelkezésre állni. Egyébként mit gondol, mit tud, mekkora esélye van, hogy megállapodik a kormány Brüsszellel? Ezt azért kérdezem, mert Varga Mihály éppen ma jelentett be egy nagy kötvénykibocsátást, az pont olyan 2000 milliárdos lehet körülbelül forintra átszámolva, és sokan azt mondják, hogy hát valószínűleg lemondott a kormány a brüsszeli pénzekről, idén nem jönnek az unióból pénzek. Ez akkor érinteni fogja az ön területét? Biztos, hogy érinti az én területemet, nyilván az egész magyar gazdaság, meg az összes beruházás teljesen másképp alakul, hogyha a különböző uniós támogatások, amik egyébként nekünk járnak, meg fognak érkezni. Én optimista vagyok, bár én is csak a sajtóból értesülök ezekről a döntésekről, vagy ezekről a tárgyalásokról. Én bízom benne, hogy sikerül megegyezni a kormánynak Brüsszellel. Ugye a kerékpározásért is felel, a kerékpáros közlekedés támogatója, akkor hogy lehet, hogy azt mondja a Spirit FM-en a múlt héten, hogy a haja égnek el ettől, hogy felújítunk, megterveztünk egy autót, vagy egy utat autóknak, ugye a rakpartról van szó, utána közbeszereztetjük, megépítjük, és utána azt mondjuk, hogy ezt most nem fogjuk odaadni az autóknak. Ebben nincs egy ellentmondás, hát a fővárosban meg egyébként mindenhol egy utat az autósoknak terveznek, kivéve nyilván a kerékpár utakat, akkor ez az érv hogy áll meg ön szerint? Pont erről beszélek, tehát hogy szerintem az egy teljesen legitim kérdésfeltevés, vagy problémafelvetés, hogy mit kellene tenni mondjuk a pesti rakparttal. És szerintem a világ elég sok részén erre azt a választ adnák, hogy hát a legértékesebb pesti terület, a Dunaparton, ami gyönyörű, az nem feltétlenül az autóforgalomra való. De hogy csinálnák ezt Hollandiában? Azt mondanák, hogy nézzük meg, próbáljunk ott, megtervezzük, építünk ott egy 5 km hosszú közparkot. Fantaszt fákkal, zölddel, játszótérrel,
és az embereknek megjön a kedve, hogy hát tényleg ez egészen fantasztikus lenne a Dunapart. Hogyha ez fantasztikus, ez valószínűleg így működik Hollandiában, de itt nagyon nem így működik. Hát itt baromira nem így működik. Nem tudom, hány kilométeres közparkot építeni a fővárosnak a jelenlegi anyagi helyzetében. Hát abból a pénzből, abból a pénzből, amit autóút építésre fordítottak, ha mondjuk végiggondolják, hogy mire szeretnék építeni, akkor akár meg is tehették volna. Nyilvánvalóan, hogy babakocsit tologatnak, vagy kerékpárokat, annak nem kell olyan útalap, mint amilyen mondjuk a nehézgépjárműveknek kell. Tehát, hogy megterveztettünk egy utat autóforgalomra, majd utána közbeszereztetjük, megépítetjük autóforgalomra, majd a végén bejelentjük, hogy ezt nem az autóknak adjuk, hanem ezt nem adjuk oda az autóknak. Hát ez egy ilyen teljes abszurditás. Tehát, hogy most ez benne volt egyébként Karácsony Gergely programjában, és, a budapesti emberek megszavazták őt 2019-ben, ugye benne volt a Zöld Budapest, benne volt a rakpart gyalogos fejlesztése. Tessék megmutatni ezt a programban. A Karácsony Gergely programjában ilyen nagyon-nagyon elmosódottan volt benne az, hogy kerékpáros fejlesztéseket akar. Akinek ez a programjában igazán benne volt, az Puzsér Róbert volt. Ő volt az, aki a sétáló Budapest programmal elindult, nagyon kevés szavazatot kapott, de még egyszer mondom, hogy én nem a fejlesztés irányát mondom, csak hogyha azt mondjuk, hogy hát a rakpartot autómentesítjük, akkor miért építjük meg a rakpartot autóknak? Tehát, hogy akkor... De ezt Karácsony Gergely építette meg? Hát én úgy tudom, hogy most ő a főpolgármester, nem? Tehát ezt nem most közbeszereztették, nem most... Nem most, másfél évvel ezelőtt, akkor is már Karácsony Gergely volt a főpolgármester. Kétségkívül egyébként a tervek azok Tarlós István főpolgármestersége idején készültek. De az autók, még egyszer mondom, de a tervek azok az autóforgalomra készültek. Hát azt hogy lehet csinálni, hogy megépítünk valamit az autóknak, és egyébként azt mondjuk, hogy oké, amit az autóknak építettünk, azt most nem adjuk oda az autóknak, hanem legyen rajta gyalogos forgalom. Ezt még egyszer mondom, hogy ez egy legitim célkitűzés, csak akkor miért nem erre a célra költöttük el, tehát miért nem erre a célra alakítottuk ki ezt a területet? Tehát nekem ez a problémám. Például támogatná a Lánchíd a felújítás után legyen a gyalogosoké, illetve a kerékpárosoké? Van egy kedvenc idézetem, amit erre a helyzetre szoktam mondani, Exupéry fogalmazta meg, hogy ha hajót akarsz építeni, akkor ne kötelet vegyél és fát vásárolj és munkásokat fogadj, hanem beszélj nekik a távoli szigetek szépségéről, hogy legyen kedve az embereknek oda menni. Itt is szerintem fordítva ülünk a lovon. Azt kellene elmondani az embereknek, hogyha ezeket a fejlesztéseket megcsináljuk itt Budapest legszebb részén, a Dunaparton, szembe a budai várral, akkor itt egy olyan élhető városrészt tudnánk kialakítani, amire az egész világ a csodájára járna. De ez nem arról, a budapestiek egyébként. Bocsánat, hogy közben persze, csak a dolog az... Miért ez például a rakparttal kapcsolatban? Ott a budapestiek többsége támogatta, hogy a gyalogosok hát, most az a helyzet, hogy sok közvéleménykutatás megjelent. Én is szociológiát végeztem, úgyhogy lehet ügyeskedni azzal, hogy hogyan tesszük fel a kérdéseket, mert legalább annyi közvéleménykutatás megjelent azzal kapcsolatban, hogy azt mondják, hogy nem támogatják. De még egyszer mondom, hogy alapvetően nekem nem azzal van gondom, hogy azt mondjuk, hogy tegyük autómentessé a pesti rakpartot. És szerintem autómentessé lehetne tenni, mondjuk ha szétnézünk a világon nagyon-nagyon sok helyen, mondjuk Prágában a Károly hidat tudjuk példának hozni, hogy azt is autómentessé tették, megakadályozták az átmenő forgalmat rajta, de ebben az esetben egyébként az egész térséget erre fejlesztették, erre alakult ki, ott egy sétáló turista paradicsom van. Tehát nem azt csinálták, hogy megtervezünk, megépítünk valamit az autóknak, és nem adtuk oda. És Hollandiában, csak hogy mondjam, mindezt hosszú tanulmányok, mert Hollandiában azért hozom többször példának, mert most elég sok polgármesternek szerveztünk tanulmányutakat, hogy lássák, hogy a kerékpáros fejlesztések hogy történnek. Ott hosszú időre terveznek, és amikor egy közlekedési beavatkozást végig gondolnak, megterveznek, akkor azt is végig gondolják, hogy egyébként az autók merre fognak tenni. Ez egy teljes abszolút
abszurditás, ami történik, hogy megtervezünk, még egyszer mondom, valamit autóknak. Végig gondoljuk, itt autók fognak menni, hogy elbírják a teherautót, jó vastag útalapot csinálunk, majd amikor ezt sok pénzért megépítettük, akkor azt mondjuk, hogy ezt mégse az autóknak adjuk oda. Tehát ennyi pénzért, még egyszer mondom, hogy egy gyönyörű sétányt is létre lehetett volna. Ön egyébként, mint a területért felelős államtitkár, tud tárgyalni a főpolgármesterrel, vagy kerékpáros utak fejlesztésére közben járni, pénzt szerezni, vagy ez nem tartozik a feladat körébe? A fővárosi önkormányzat az ugye saját hatáskörében dönt, de még Tarlós István idejében segítettem abban, hogy létrejön a fővárosi önkormányzat és a kormány között egy megállapodás, ami arról szólt, hogy amennyit a fővárosi önkormányzat ad kerékpárutak fejlesztésre, döntően arra a cél, hogy az Euróvelló kerékpárutakig, amit Budapest határáig mi elhozunk, azok Budapesten is folytatódnak, annyit a kormány is fog adni. És az az igazság, hogy ez a megállapodás létre is jött, és 800-800 millió forintot biztosította a kormány is, és a fővárosi önkormányzat is erre a célra. Karácsony Gergelyel ilyen típusú tárgyalásokat még nem folytattunk, de minimális együttműködés egyébként van. Például a Giro d'Italia-nak a budapesti rajtja ügyében egyébként nagyon konstruktív és előremutató volt a fővárosi önkormányzattal az együttműködésünk. Ja, egészen más, de nagyon aktuális téma, oktatás és pedagógusok szakterülete volt 2010 előtt, ugye Pokorni Zoltánnal együtt. Pont egy éve adott egy interjút a Partizánnak, amiben azt mondta, hogy a magyar oktatási rendszer egyik legnagyobb hiányossága, hogy nem rendezték a pedagógus fizetéseket. Ugye ezt azóta sem rendezték, éppen tegnap tárgyaltak, sőt, ön után az egyik szakszervezet választmányi tagja lesz a vendégem. Tegnap tárgyaltak Maruzsa Zoltán oktatási államtitkárral, akitől azt a választ kapták, hogy az Európai Unió, Brüsszel nem ad pénzt a pedagógusok bérének emelésére, és ezért most nem lesz akkor pedagógus béremelés, amíg Brüsszelből nem jön pénz. Mit mond most arra, hogy Magyarországon 2022-ben egy kezdő pedagógusnak a bére 167 ezer forint nettóban, és azt hiszem 6 ezerrel több 18 év után? Kicsit azért mások a számok. Hát mekkorák a számok? Mennyit keres egy kezdőpedagógus nettóban? Nagyon-nagyon keveset, de nem ennyit. Mennyit akkor? Mindjárt mondom. Többször kiszámoltam, de lehet, hogy rosszul számoltam. Hát a garantált bérminimum az mennyi is most? Hát 260 ezer forint, és az az igazság, hogy ehhez még jön egy 50 ezer forint bérpótlék. Tehát, hogy de az nem a fizetésük, de teljesen lényegtelen, miért keves ilyen keveset egy pedagógus? Ne haragudjon, az a fizetésük, tehát azt a pénzt azt mindenki megkapja, de nem akarok azzal az állítással vitatkozni, hogy rendkívül alacsony a pedagógusok bére, de azért szerintem azt a számot kellene mondani, hogy nem kell fölöslegesen hergelni az embereket. De akkor mondja azt a számot, ezt a pedagógusoktól tudjuk ezt a számot, hogy mennyit kap készhez egy kezdő pedagógus. De nem mennyit kap készhez, tehát ez az állítás, ezt nyugodtan mondhatom, hogy nem igaz, és ezt szerintem ön is tudja, hogy nem igaz. Tehát az alapfizetés az a garantált bérminimum, az kb. 250 ezer, bevallom, nem tudom pontosan, és ez a pénzhez még hozzájön a bérpótlék. Biztos tudni fogja, majd megkérdezzük tőle. De igazából, hogyha most azt mondjuk, hogy 200 ezer forint körül keres nettóban egy tanár, az is egyébként elképesztően kevés a mai helyzetben. A kormánynak az volt a célkitűzés egyébként, hogy ebben az évben, illetve már hamarabb, már jóval a választások előtt az volt a terv, hogy a pedagógusok bérét rendezni kell, csak voltak ilyen meglehetősen nagy gazdasági problémák, mint a Covid, amit Magyarország ráköszöntött, most itt van a háború, és tényleg a mostani költségvetési helyzet az nem egyszerű. Úgyhogy ha az az állítás, ha az a kérdés, hogy a pedagógusoknak a bére rendben van, akkor nem, elképesztően kevés. Ha az a kérdés, hogy rendezni kellene, akkor szükség van rá. A kérdés igazából az volt, hogy miért nem a költségvetésből finanszírozza ezt az állam? Ugye az állam a munkáltató, a mi adónkból van iskola, óvoda, egészségügy, állami, a mi adónkból fizetjük a pedagógusokat, és a mi adónkból fizetjük a politikusokat, és akkor a politikusok bérét miért tudják a költségvetésből emelni, a pedagógusok bérét miért nem tudják a költségvetésből? Teljesen igaza van, a pedagógusok bérét is a költségvetésből kellene emelni,
csak még egyszer mondom, nem tudom, feltűnt-e, Putyin megtámadta Ukrajnát, és tulajdonképpen nem a magyar gazdaság, az egész európai gazdaság most padlón van, és amit az elmúlt években nem sikerült rendezni, az most ebben a költségvetési helyzetben, amikor beruházásokat kell leállítani, hogy a költségvetés egyensúlya megmaradjon. Most ebben az időszakban gyakorlatilag ezt az adósságunkat, ami kétségkívül súlyos adósság, azt nem könnyű teljesíteni. Abban az esetben... 106 napja támadta meg Ukrajnát, és 12 éve ez a kormány kormányoz, illetve magára mégiscsak sokkal többet tud költeni az államot, nem spórol, 7500 milliárd helyett költ 9100 milliárdot. Más a miniszter, én is olvastam ezeket a híreket, tehát a minisztériumoknak a feladatköre is elég jelentősen átalakult. Tehát az állítás, hogy pedagógusok bére kevés, az vitathatatlan. A pedagógusok bérét rendezni kell, vitathatatlan. De ebben az időszakban most éppen a pénzügyminisztérium és az egész kormány azon küzd, hogy mondjuk a 800 forintos olajárat, vagy az 800 forintos benzinárat azt mondjuk a magyar választók ne érezzék, de valakinek egyébként ezt a számlát ezt egyenlíteni kell, és most a költségvetés egyensúlya idején azt, hogy a pedagógus béreket, ugye nagyon sok pedagógus dolgozik a rendszerben, hogy a pedagógus béreket a méltó helyére rakják, azt az igazság, hogy most én is azt látom, hogy amíg nem rendeződik a költségvetés helyzete, ezt nem fogja tudni senki megcsinálni. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.